Én gyakorlatilag az első Apple eszközöktől fogva Apple-t használok. És megmondom őszintén, nekem rengeteget hozott kreativitásban, dizájnban, sok olyan dologban, ami nekem fontos volt, vagy az, hogy szép legyen mondjuk egy előadás, vagy bármi. Úgyhogy én, megmondom őszintén, elég nehezen tudnám elképzelni az életem enélkül. Csizmadia Gábor vagyok, az ELTE-n a etológia tanszéken dolgozom, részben mint kutató, ugye részben mint előadó, főleg digitális viselkedés felismeréssel foglalkozunk. Gyakorlatilag a tanszéken már elég régóta ugye valamilyen szinten működik az, hogy komputeren összerakják a prezentációkat, de ugye ez klasszikusan általában azokat a fajta prezentációkat jelenti, amit mindenki úgy nagyjából ismer. Én voltam, aki Macintos oldalon voltam alapvetően, de nem akartam először annyira erőltetni a dolgot. De amikor jött a Covid, akkor pillanatokat rájöttünk, hogy ezt azért valahogy profin kéne megcsinálni. És akkor mondtam azt, hogy ha már úgyis neki kell állni, akkor álljunk neki rendesen, és alapvetően olyanokat, mint a főleg a videó, vagy a videónak az összeépítése, a prezentáció, valamint az, hogy mondjuk a beszélő fejek hogy kerülnek bele, tehát mondjuk a tanár. A Pages és a Keynote az a két termék, amit tökéletesen együtt tud dolgozni, és ennek megfelelően, amikor összerakunk egy prezentációt Pages-be, amit ugye, ami könnyedén konvertálható Word-ből, és akkor ez megvan ez egész vég, akkor ezt át lehet emelni Keynote-ba, ami egy profi prezentáció. Így akkor lesz egy komoly előadás, amit le lehet vetíteni évről évre, akár Covid, akár nem, akár online a tanulás. Azon, hogyha az ember fölvesz mondjuk egy 2-3 órás ilyen előadást, és mondjuk korábban 4 óra volt egy ilyen előadás, amiben mondjuk az utolsó órában kérdeztek, akkor ezt a 3 órát simán úgy el lehet csúsztatni, hogy párhuzamosan egy-egy óra elcsúsztatással futnak mondjuk ezek az órák, és akkor mindig az egy óra arra az időre esik, amikor pont elérhető a tanár, és ilyen szempontból sokkal hatékonyabbá tudott válni ez a fajta oktatás. Ez egy fontos szempont volt. Gyakorlatilag egy 5 évvel ezelőtt kezdtük ezt a projektet. Egy ilyen kutya közönséges Apple Watch-ot levettünk, és akkor ráraktuk a kutyának a nyakörvére, és ezzel kezdtük el vizsgálni őket. És akkor sikerül folyamatosan összeraknunk egy olyan rendszer, amelyben az Apple Watch méri a kutyának a mozgását, és ezt az adatot átviszi az iPhone-ba, az iPhone pedig tovább viszi mondjuk a szerverre. Gyakorlatilag, hogyha valakinek van egy ilyen készüléke, akkor az iPhone-on minden nap, minden percében láthatja azt, hogy a kutyája milyen állapotban van, mit csinál éppen, és ezeket mind-mind össze tudja hozni, egy sokkal jobb gazdák leszünk, sokkal jobban tudunk figyelni a kutyára. És én azt javasoltam, hogy akkor csináljuk ezt egy Apple eszközökkel, mert hogy ez akkor tökéletesen megoldható. Rengeteg időnkben, rengeteg valószínűleg tévedésbe került volna, hogyha nem ezt csináljuk. Úgyhogy valószínűleg ez volt az egyik ilyen kulcs döntésünk, ami miatt valójában ott tartunk most, hogy ez a világ egyik legfejlettebb ilyen rendszere.